Szia! Ja, nos, hát akkor nézzük az Zupuntu 24.10-et, hiszen október 10-én megjelenti is ez a 20 éves kiadás. Hát elsőre azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan stabil, mint a 24.04, ugyanis itt vannak össze akadások. Viszont hál' Istennek, amikor összeomlik valami rendszere a történetnek, akkor rögtön kidobja az ablakot, amire a küldés gomra rányomva és a jelszódat megadva, azonnal összefoglalót tökéletesen elkészíti és el is küldi, úgyhogy reméljük, hogy a fejlesztők fel is használják. Ugye a legújabb fejlesztése az Ubuntu 24.10-nek nem más, mint a Gnome 47, amely csomó optimalizálást és előnyöket tartalmaz, illetve 20 éves kiadásként olyan alapfunkciók is kerültek bele az ubuntu amik eddig nem voltak, mint például, ha megnézzük a beállításokat, akkor gyakorlatilag a beállításoknál van egy olyan szekció, hogy eszköz biztonság. Ha jól emlékszem, ilyen a 24.04-ben nem volt, viszont rögtön biztonsági ellenőrzéseket futtak le, amelyekből közül is, hogy az én gépem egyrészt biztonsági ellenőrzések sikertelenek, műszaki jelentést rögtön tudjuk másolni, illetve a biztonságos rendszerindítás, ugye Security Boot, az ki van nyomva, Úgyhogy azt is már rögtön írja nekem, hogy a BIOS-ba húzak befelé is állítsam be. Úgyhogy ez egy újdonság, illetve nem utolsó sorban újdonság még az, hogy hozzáadtak egy ilyen security centert, amit hogyha bekapcsolsz, akkor be tudod állítani azt, hogy kinek milyen hozzáférési jogosultsága van a különböző mappákhoz illetve ugye azon belül pedig, hogy hova is kapcsolja a videókat, miként olvassa vagy írja a fájlokat, úgyhogy ezeket te itt a be tudod állítani, akár el tudom venni most az OBS-től ezt a jogot, és akkor nem fogja tudni rögzíteni ezt a videót, és nem utolsó sorban természetesen lettek, lett úgy kernel, amit hogyha megnézzük akkor a kernelünk 6.11-es, ez egy csomó új stabilitási és optimalizálási dolgon esett, tehát miért kihozták, úgyhogy ez nagyon jó. A másik, hogy egy jelen pillanatban ennél a verziónál fogva, ugye ez a 24.10-es, most már nem csak az amd és az Intel-esek mennek vélenden, hanem az nvidia is, úgyhogy mindenki a fedélzetem van, és innentől kezdve pedig az 560-as verzióra rakták a Nvidia-nak a történetét, úgyhogy elméletileg kopogjuk le, de történetben úgy néz ki, hogy az Nvidia is jobban fog tudni működni most már itt Ubuntu alatt, tökéletesen, nagyszerűen és fantasztikusan. Remélhetőleg ez meg is lesz, és remélhetőleg miután kiadtak hozzá egy frissítést itt a 24.10-hez, számoljat, hogy hányszor mondom ki, hogy 24.10, Nos, akkor reméljük, hogy még stabilabb lesz az operációs rendszer, és ilyen rendszer összeomlási dolgok sem jönnek rendszerindítás után össze, ugyanúgy, mint ahogy volt, ugye a 24.04-et is először nagyon leúszom, aztán kiderült, hogy semmi probléma vele, csak várni kellett egy verzió frissítést. Hát ez ugye 9 hónapig lesz frissítve, úgyhogy nem lesz 2029-30-ig támogatva, mint a 24.04, úgyhogy jelen pillanatban én azt ajánlám, hogy egy körre vidd el, próbált ki, Nézd meg az újdonságokat is, hogyha tetszik, akkor használd, de én isten igazából szívem, kezemet a szívemre téve én azt mondom, hogy 24.04, és Ubuntu 47, vagy Gnome 47, bocsánat, itt az újdonságot pedig a 46.1-es kabod, ami megint csak tökéletesen működik, és nincs vele semmi probléma, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, további szép napot, vigyázz magadra, és öltözz fel, mert a hideg van. Na durván szép napot, szia!